Emlékszik még? Egyszer megkérdezte, hogy kezdtem a fotózást. A történet arról szól, hogy lett meg az első fényképezőgépem. Mellesleg megjegyzem, ez az egyetlen fényképezőgépem. Eddig még tudod követni? Hm? Minden szót. No, a fényképezőgép története. Igen. 76 nyarát írtuk, akkor kezdtem el dolgozni Vininél. A bicentenáriumi nyár. Egy kölyök jött be egy reggel, és lopni kezdett a boltban. A könyvespolc mellett tőlem távol áldogált, és rakta az inge alá a szexlapokat. Először nem is vettem észre, mert nagy tömeg volt a pult körül, de amikor megláttam, elkezdtem kiabálni. Megindult, mint a puskagolyó. De mire én kikászálódtam a pult mögül, messze járt a 7. sugárúton. Üldöztem egy fél háztömbön át, aztán feladtam. Elvesztett valamit futás közben. És miután nem volt kedvem tovább üldözni, lehajoltam megnézni, hogy mi az. Nem volt más, mint a tárcája. Pénz egyáltalán nem volt benne, de a jogosítványa igen. Valamint 3-4 fénykép. Először gondoltam, hívom a zsarukat és feljelentem, hisz a neve és a címe ott volt a jogsiján. De aztán valahogy megsajnáltam. Nyomorúságos kis csavargó is, ahogy megláttam azokat a fényképeket. Egyszerűen képtelen voltam haragudni rá. Roger Goodwin. Ez volt a neve. Az egyik fényképen az édesanyja mellett állt. Egy másikon pedig egy iskolai kupát tartott, és úgy mosolygott, mint aki a mennyekbe megy éppen. Nem tudtam rá haragudni. Egy brooklyni csóró. Nem sok jut neki a jóból. Kit érdekel ilyenkor? Pár pornó magazin, kérem. Szóval elraktam a tárcáját, de minden alkalommal, ha eszembe jutott, hogy vissza kéne küldenem, csak halogattam, és inkább nem csináltam semmit. Aztán jött a karácsony. És nem volt semmi dolga. Úgy volt, hogy elmegyek Vinékhez, de az anyja megbetegedett, és le kellett utazniuk hozzá Miami-ba az ünnep előtt. Na, ott ülök a szobámba karácsony reggel, és egy kicsit még sajnálom is magam. Akkor meglátom Roger Goodwin tárcáját az egyik polcon. Gondoltam, apokolba, miért ne tehetnék egyszer jót is? Fel a téli kabátot, és irány visszaadni a tárcát. A cím szerint valahol a Boromhillen a sorházak egyike. Keményen fagyott akkor reggel, emlékszem, többször eltévedtem a sok egyforma ház között, minden olyan egyforma arrafelé, én meg mindig ugyanoda értem ki a sok ház között. Na mindegy, végül megtaláltam a keresett épületet, megtaláltam a lakást is, és becsöngettem. Semmi válasz. Gondoltam, hogy nincs otthon, de azért még egyszer csöngettem. Már épp el akartam indulni, de még vártam egy kicsit, és akkor csoszogást hallottam bentről, és egy öreg asszony hangját. Ki az? Erre én, hogy Roger Goodwint keresem. Te vagy az, Roger? Kérdi. És aztán kinyitott egy tucat zárat, és kitárta az ajtót. A néni legalább 80 éves volt, vagy talán 90. És az első, amit észrevettem rajta, hogy vak volt. Tudtam, hogy eljössz, Roger, mondta. Tudtam, hogy meglátogatod a nagyanyádat karácsonykor. Kitárta a karját, mintha meg akarna ölelni. Nem volt sok időm gondolkodni, érti? Gyorsan kellett válaszolnom, és szinte akaratom ellenére jöttek a szavak elő a számból. Úgy van, nagyanyám, mondtam, eljöttem hozzád karácsonykor. Ne kérdezz, hogy miért mondtam, még ma sincs rá magyarázat, egyszerűen megtörtént. És ahogy az öreg hölgy ölelt ott az ajtó előtt, én is megöleltem őt. Olyan érzés volt, mintha mind a ketten játszanánk. Mindenféle szabályok nélkül. Mert tudta, hogy nem az unokája vagyok. Roppant öreg volt már, de annyira nem volt még szenilis, hogy egy idegent összetévesszen a rokonával. De a színjáték boldoggá tette. És miután más dolgom nem akadt, boldogan belementem a játékba. No, szépen bementük a lakásba, és együtt töltöttük a napot. És amikor csak megkérdezte, hogy hogy megy a sorod, én füllentettem neki. Azt mondtam, hogy jó állást találtam egy nagy trafikban. Meg azt, hogy hamarosan megnősülök. Rengeteg szép mesét találtam ki, és ő úgy tett, mintha mindet elhitte volna. De jó, Roger mondogatta, bólogatott és mosolygott. Tudtam én, hogy jóra fordul a sorod.
Egy idő után aztán kezdtem megéhezni. És mivel nem volt ennivaló otthon, elballagtam egy közeli boltba, és vásároltam mindenfélét. Egy grill csirkét, meg zöldséglevest, egy doboz burgonya salátát, sok finomságot. A nagyinak volt egy pár üveg bor a hálószobájában. Szóval kiki alapon sikerült egy kellemes karácsonyi vacsorát összeütnünk. Mind a ketten be is síptünk egy kicsit a bortól, emlékszem. A vacsora után pedig átmentünk a lakás nappaliába, ahol kényelmesebb székek voltak. Rám jött a pisilhetnék, bocsánatát kértem, és kimentem a fürdőszobába a hallon át. És ott történt a nagy fordulat. Már az sem volt normális, hogy eljátszottam a néni unokáját, de amit azután tettem, egyenesen őrültség volt. És azóta se bocsátottam meg magamnak. A fürdőszobában a falnak támaszkodtam a zuhany mellett, és ott láttam 6 vagy 7 fényképezőgépet, vadi új 35 mm-es kamerák, még a dobozukban. Addig nem fényképeztem az életben soha, de még csak nem is loptam el semmit. De ahogy megláttam a gépeket a fürdőszobában, elhatároztam, hogy az egyiket bizony elemelem. Mert kell nekem. Végig se gondolva a dolgot, fogtam az egyik fényképezőgépet be a hónom alá, és visszamentem a nappaliba. Nem tartott az egész 3 percig, de időközben a nagymama szépen elaludt. Túl sok volt a Chianti biztos. Kimentem a konyhába, és elmosogattam. Ő odaben aludt, horkolt, mint egy kis baba. Nem volt értelme felkelteni, szóval úgy döntöttem, hogy megyek. Még egy levelet se írtam neki, hogy elköszönjek, mert tudtam, hogy szegényke vak. Csak kisétáltam. Az unokája tárcáját az asztalon hagytam, vettem a kamerát, és kisétáltam a lakásból. És itt a történet vége. Találkozott vele még? Visszament meglátogatni? Egyszer, 3 vagy 4 hónappal később. Annyira zavart, hogy elloptam a gépet, hogy addig nem is használtam. Végül elhatároztam, hogy visszaviszem, de a nagymama akkor már nem lakott ott. Egy idegen lakott a lakásban, de nem tudta, hogy hol van az öreg hölgy. Valószínű, meghalt. Igen. Valószínű. Az utolsó karácsonyt magával töltötte. Igen, gondolom. Ez nekem eszembe se jutott. Ez egy jó cselekedet volt, nagy örömet szerzett a hölgynek. Hazudtam neki, loptam tőle. Miért olyan jó cselekedet ez? Boldoggá tette. Különben is lopott kamera volt. Mert az, akitől elhozta a gépet, maga is lopta. És a művészet? Paul. Szavam se lehet. És jó kezekbe került a fényképezőgép. És most már van karácsonyi története, nem? Igen, azt hiszem már van.